Szóval mindenek előtt szeretnénk köszönni az összes médiát és a sajtókat, a nagy magányokat, a Demokrata Párt székhelyen Szabadkán. A mai témánk erre sajtóképpen kezdett a Kormis Tamás úr kijelentés a Blitz napilapban az a péntekötsötik számában, ahol most már nyíltan nem is burkola, mint eddig hivatalosan is támogatja a Vajdaski Magyar Szövetséget nem csak ebben a kampányban, és tulajdonképpen beismeri, hogy a Vajdaski Magyar Szövetség ebben az években, ebben két évben, amióta elmúltak ezek a nemzeti tanács választások, igenis nagyon befolyásolja a Magyar Nemzeti Tanács munkáját. De hogy ne legyen félreértés, megpróbálom felolvasni röviden, amit elmondott egy pár mondatban. Ő így nyilatkozott: a Magyar Nemzeti Tanács támogassa a Vajdasági Magyar Szövetséget az elkövetkező választásokon, és a Magyar Nemzeti Tanács fontos teret jelent a VMS, vagyis a Vajdasági Magyar Szövetség mindennapi politikai tevékenységében. Továbbiakban úgy nyilatkozott, hogy sohasem titkoltuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanácson belül a VMS-től irányított politikát váltjuk valóra, és ilyen formában segítjük a VMS-t a választás előtti kampányban is. Az én részem és a Demokrata Párt részére ez teljesen nem elfogadható, hiszen mindenkinek kell tudni, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nem csak a VMS-től támogatott VMS tagokat, magyarokat, akik a támogassák a Vajdasági Magyar Szövetséget, kell, hogy felkarolja, hanem Vajdaságban több mint 290 ezer magyar él. 2002-es népszámolás adatai szerint, meglássuk az új népszámolás adatokat milyenek lesznek, és szerintem minden magyar ebben az országban, Vajdaságban egyenrangúan kell, hogy egyenrangúan kell, hogy felmérje Kortyc úr, hogy minden magyar jön ebben az országban. Négy évnek ezelőtt Kortyc úr választásokon indult a Vajdasági Magyar Szövetség listáján, és akkor neki meg volt adva a lehetőség, hogy politizáljon, viszont mostan, mikor a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, ez szigorúan tilos kellene legyen, viszont sajnos ő nem így viselkedik. Kortyc úr továbbiakban eltévesztette, hogy ezeknek a választásoknak tulajdonképpen mi is a témája. Itt ezek a választások, hogy egy nemzeti tömörülésről szólnak, hanem arról tulajdonképpen, hogy Szerbia hogyan is milyen ütemben folytassa az európai csatlakozási útját. Arról szólnak, hogy milyen és mennyire mennyiségben lesznek beruházások, külföldi és hazai beruházások Vajdaságban, Szabadkán. Arról szólnak ezek a választások, hogy mennyi munkahely fog következő időszakban nyílni Szabadkán és Vajdaságban. Szemtanúi vagyunk, hogy ez a Demokrata Párt alatt vezetett szabadkai önkormányzatban és Vajdaságban nagyon jól működik, és sok új munkahely is nyílt. Továbbiakban ezek a választások az arról is szólnak, hogy milyen egészségvédelemben részesülnek Szabadka és Vajdaság polgárai. Ezek a választások arról szólnak, hogy tovább ebben mennyi aszfalt az utca lesz, mennyi szervezet és hatonahálózat lesz kiépítve, mennyi városi víz hálózat lesz kiépítve. Mi úgy gondoljuk, és biztosak vagyunk benne, hogy csak is a Demokrata Párt az, aki ezt tudja biztosítani a polgároknak, ezt bebizonyítottuk az utóbbi négy évben Vajdaságban, viszont az utóbbi két évben Szabadkán. Az utóbbi két évben azért mondom, mert az utóbbi két évben a Demokrata Párt a Vajdasági Magyar Szövetség nélkül vezeti várost, és mondhatnám meg is kevesen. Kortyc Tamás úr nagyon értesült politikusnak tartom, és szerintem tudnia kellene, hogy ha már a Vajdasági Magyar Szövetséget támogassa, akkor támogat egy már beharangozott új koalíció, az pedig a Vajdasági Magyar Szövetség a szerb haladó párt koalícióját minden szinten, és feltenném a kérdést, hogy ezek után támogatja esetleg egy olyan elvet, amit a szerb haladó párt szorgalmazott, hogy Szerbiának nincs helye az Európai Unióban, hanem Oroszországhoz, Fehér Oroszországhoz és a többi más országhoz kell csatlakozzon. Támogat egy olyan elvet, hogy nem, mint a szerb haladó párt nem ismerte el a Vajdaság statutumát,
és ebből kiforralta a hatásköröket, és támogatni sok más olyan más tevékenységet, amit a szerbhaladó párt az Újvéden tett. Ne felejtsük el, 10 évnek ezelőtt vajdasági magyarokat egy szendvicsre csalakart elkísérni a útjára. Mink demokrata pártban mindig készen állunk leülni az asztalhoz a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel, és egy nyílt beszélgetésen, akár médiák előtt is felmérni, hogy az utóbbi 4 évben ki is mit tett meg a szabadkai népét. Szabadkai magyarokért, nem csak a magyarokért, hanem más nemzetiségét egyaránt, mert mikor Pásztor úr a mellére vág, és azt mondja, hogy ő nagy magyar, abban még semmit nem tett a magyarokért. De viszont ne legyek túl szerintelen, ha én a mellemre vágok, azt mondom, hogy igen, magyar vagyok, de demokrata párban magyar vagyok, és megtisztelek minden más nemzetiséget. De viszont az Orbán Hitler erőszökség területére vagy máshol több mint 100 millió beruházást hoztam. Köszönve az én munkámnak és a kollégáim munkájának kiépítettünk ott egy egészségházat, egy gyógyszertárat, egy óvodát, ahol minden polgár használja, minden magyar használja azt az institúciókat. Úgy szintén Csengeri doktor úr, aki több 10 millió, mondhatnám 100 milliós beruházásokat hozott a nem csak a szabadkai kórházban, hanem az egészségvédelembe tartományban is. Tóth Tamás úr szintén, aki a köztársasági képviselőtestület ellen sok tevékenységet folytatott abban a célban, hogy Szabadka és egész Vajdaság nép jobban érjen. Hát itt Gondos Tamás nyilatkozott arról, hogy mennyire összefonódik a Magyar Nemzeti Tanács és a VNS. Ezt mi érezzük a Nemzeti Tanács mindennapi munkájában, kezdettől fogva. Holott, amikor a választások indultak, órákat töltöttük el a mikrofonok előtt, kamerák előtt, és a lista vezetők esküdöztek arra, hogy a Nemzeti Tanácsot teljesen egy politikus szerve lesz a magyar kisebbségnek, amelynek ugye a törvény által meghatározott önkormányzati jogokat kell, hogy gyakorlatilag minden jobban a magyarság érdekében alkalmazza, illetve a programokat kidolgozza. Nem tudom, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvényben leírtak a szabad nyelvhasználatról, a kultúráról, a tájékoztatásról, az oktatásról, mi közük van egy választási kampányhoz, illetve kijogosította föl, én igyekeztem minden nemzeti tanácsülésen ott lenni, és amelyeket nem voltam ott, azt követtem az interneten, kijogosította föl, és még nemzeti tanácsülésen az elnök urat, Kohez Tamást arra, hogy a Nemzeti Tanács nevében felszólítsa, tehát az én nevemben is a magyar választókat, hogy kire szavazzanak. Ez a cikk egyébként tartalmaz még olyan utalásokat is, amelyek gyakorlatilag idézetként mondhatók a VMS politikai elitjének a részéről, illetve az ő nyilatkozatokból hallottunk ilyen az aktuális kormány becsmérő szavakat, amelynek célja szintén az, hogy amit a magyar szó is ír, szavazzunk a Jobbik pártra. Itt nem a Jobbikra gondol természetesen, hiszen ők sem szerepelnek itt a magyar elit pártok között, hanem a Jobbik pártra, az pedig természetesen ugye a cikkből is világosan kitűnik, hogy az csak is a Vajdasági Magyar Szövetség lehet. Miközben természetesen az aktuális kormányt és annak az eredményeit becsmérni. És akkor én megkérdezem itt önöktől, hogy mi a rossz abban, hogy amit a kormány elért nagy erőfeszítések árán, hiszen az országnak nagyon nagy terhei vannak. Itt van a gazdasági válság, itt van a másik tartománynak a problémája. Mi a rossz abban, hogy az országunk ilyen nehézségek ellenére tagjelölti státuszt kapott, és világos jelzéseket arra, hogy hamarosan csatlakozási tárgyalások is kezdődhetnek? És mi a rossz abban, amit a tartományi kormány ért el, hogy csak annyit mondjak, hogy az egészségügyben ilyen nehéz időszakban 13 milliárd dinár beruházásra került sor,
Mi a rossz abban, hogy több mint 82 egészségügyi intézményt újítottunk fel, 108 km gátakat építettünk, majd 400 játszóteret újítottunk fel, és hogy ne soroljam az aktuális köztársaság és a tartományi kormánynak az eredményét. 2009. augusztus végén a köztársasági képviselőház elfogadta a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsiról szóló törvényt. A Demokrapárt a kisebbségi ügynökségen keresztül egyik fő kezdeményezője volt, hogy ezen törvényt legyen elfogadva. A törvény nagyon fontos ahhoz, hogy a Szerbiában élő valamennyi nemzeti kisebbség meg tudja őrizni identitását, hosszú távon fennmaradását. Természetesen számunk még legkiemelkedőbb fontosságú a vajdasági magyarság. Ezen nemzeti tanácsok által olyan hatásköröket, nemzeti tanácsokról szóló törvény által ezen szervek, tanácsok olyan hatásköröket kaptak, olyan területeket, amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy egy nemzeti kisebbség hosszú távon fennmaradjon legyen jövője. Ezek a területek, mint hallhattuk, az oktatás, a kultúra, az anyanyelv használat, illetve a hivatalos helyeken az írás és a nyelvhasználat. Nagyon nagy csalódással hallottam személy szerint, illetve olvastam a Magyar Nemzeti Tanács elnökének minapi kijelentését. 90-es években szem, illetve fültünk lehettünk, hogy milyen következményekkel jár, hogyha az embereket nemzeti hovatartozásuk alapján próbálják megkülönböztetni. Az egymásban a különbséget, nem pedig a hasonlóságot keressük. Ha egymás mellett, nem pedig egymással közösen építjük jövőnket. Láthattuk, hogy ez a politika hova vezet. Még jobban átkeseredtünk, hogy egy ilyen nemzetet, mint jelenleg a vajdasági magyarságot próbálják megosztani, hiszen itt is sajnos egyre kevesebben vagyunk, tehát összefogásra lenne szükség, mintsem széthúzásra. Természetesen a politikai kampány választások hevében elhangzanak különböző kijelentések, de viszont mikor meghoztuk ezt a törvényt, illetve az akkori választási kampányban is mindannyian kihangsúlyoztuk, hogy ezen szeretnek politikamentesnek kell, hogy legyen, ezen szeretnek kizárólag a vajdasági magyarság érdekeit kell, hogy szolgálja, független attól, hogy ki melyik politikai opcióhoz tartozik. Feltenném a kérdést, hogy ezek után mi lesz a következő lépés, vagy azok fognak-e kapni ösztöndíjat, akik egy bizonyos nemzeti párthoz tartoznak, azok kapnak egy támogatást, azok a civil szervezetek, kultúr, illetve egyéb civil szervezetek, akik bizonyos politikai párthoz tartoznak, vagy pedig egyenjogról teszünk. Én bízom benne, hogy a politikai kampány után, a választások után minden helyére kerül, de ilyen kijelentéseknek semmiféleképpen nincs helye a vajdasági magyarság politikai szinterén, tehát a Magyar Nemzeti Tanácsot kizárólag arra kell felhasználni, arra kell alkalmazni, hogy igenis erősítse a vajdasági magyarságunkban az öntudatot, illetve a hagyomány ápolását.